Allah'tan születtem, 53-ba, és oda jártam iskolába, zenetagozati iskolába, 7 éves koromban elkezdtem hegedülni, és hát a öreg szüleimnél laktam Tatán. Parasztok voltak, az öreg apám az olyan tudod, keverék volt, mert ott laktunk a majdnem a cigánysoron, a cigánysoron elől. Szóval a Schönhelt utcámnak a végén volt a cigánysor, és hogy lovakkal foglalkozott az öreg, tudod? Úgyhogy én mikor gyakoroltam mindig a kocsinál, tudod, kint úgy van, hogy felrakták a kocsira, és ott gyakoroltam meg. Utáltam nagyon, mert fájt a vállam. De azért az megmaradt mai napig is az a hegedű. És volt olyan apám katonatiszt volt, minden 2 hétben összejött haza, az az anyám, aztán rosszak voltam persze, aztán hazajött mindig jó elvert. Az volt, úgyhogy nem nagyon vártam haza az öreget, és ezt egyszer megsokaltam, mondom, hogy világgá megyek, hogy 10 éves koromban. Fölvettem a hegedűt, aztán elmentem egy barátomhoz a kertek alatt. Azt persze megtaláltak, de hegedűt azt vittem. Semmi más, csak hegedűt. És akkor ugye fölköltöztem Szentendrére, az apámat helyezték, mentünk Szentendrére. Ott aztán a művész helyen, ugye Szentendrén a Zámbó öcsiékkel, aki már most már elég idősebb, mint én, a Bizottság nevű zenekarval összejöttünk, a Johnny Szulocki, Johnny, aki meghalt szintén, az volt a gitáros, az volt a legjobb barátom. És amikor nagy Jimi Hendrixeket, meg ilyen rockzenéket nyomtunk, és hát az egy nagy jó iskola volt nekem, az olyan, hogy én gitáros, és ott elkezdtünk ugye jobban hallgatni mindenféle blues, meg ilyeneket, ami már kezdett nagyon a jazz felé menni. 70-es években volt, ez a szentendrei élet 70-estől egész 78-79-ig, tudod, akkor kerültem föl Győrbe. Akkor alakult a szivárvány. Akkor utána volt egy ilyen, tudod, ez a verseny, ez a zenekari verseny itt a ifjúsági házban. Somogyi Feri intézte, és akkor azt mi szépen megnyertük, mert nagyon jó volt a zenekar, tudod? Meg a sok számot írtam, volt 2 órás saját számunk, amivel 2 órát tudtunk játszani saját számokat. Szóval olyan számokat csináltunk, ami jól szólt meg minden. És a Dipolt Pali, aki most a Magyar Hírlapnak a munkáját, az a szerkesztő, mit tudom, vagy vezető, nem tudom már. Olyan, hogy nagy fejes gyerek, most meg egy jó író, aki írt egy csomó, egy pár olyan könyvet, ami szintén olyan revolutionary, tudod, de szóval olyan érdekes. Ma hasonló, mint a Rejtő Jánő. És hát ő volt a szövegíró, és akkor írt egy rock operát szövegét, én megírtam le egy zenét, tudod? Az első rock opera ennek a zenekarnak, a szivárványnak, és azok is ilyen számokból álltak. Van egy pár felvétele még belőle, de a többit azt már úgy már elfelejtettem. És rendszeresen játszottunk a ifjúsági házba, tudod? És ott hosszú sorok álltak, hogy bejöjjenek a bulikra, tudod? Azért maradtam tulajdonképpen ez itt, mert akkor volt az, hogy azt gondoltuk, hogy na most akkor itt ez a zenekar, ez úgy be fog futni. Tudod, hogy
akkor majd úgy elkezdünk koncertezni itt-ott, vagy játszani, és úgy mi kezdünk megélni belőle, mert minden héten játszottunk, és minimum kétszer. És jártuk a... Akkor 21 néhány, 22, 24, így érte. Szóval akkor nagyon kevesen kapták meg a Ori vizsgát, így a vidékiek, tudod? És sajnos nem kaptuk meg a Ori vizsgát, nem volt összeköthetésünk az a helyzet. Le voltunk döbbenve, érted? Már úgy mentünk, hogy megkapjuk, és akkor már ugye, akkor megyünk koncertelni ide-oda, akkor már mindjárt más a helyzet. Tehát van biznisz, meg minden buli. Jó, nem kaptuk, ne, ez egy olyan volt, hogy na ez... Akkor úgy, nagyon úgy megvágott mindenki. És attól kezdett úgy szétmenni a zenekar. Tudod, ha megkaptuk Ori vizsgát, akkor megkaptuk volna, akkor már beszéltek lemezről is, tudod, akkor lett volna. Ha az kijött volna, akkor maradtunk volna. Hát akkor a Huber is előttem, tudod, kidiszidált, érted, eltűnt. Érted, hogy jó dobos volt, hát kimes Svédországba, mindjárt bekerült egy jó zenekarba, ha jól játszott, tudod. 80-81, mikor én kimentem, akkor már ugye a jazz-zel foglalkoztam itt jobban, a Lachmann Béla Quintetbe. Ez volt, ahogy hallottam is, ez volt az első jazz zenekar itt Győrben. Akkor már tényleg már jött az a szabadság íz, tudod, hogy meg ugye hát a Bécsi tévét néztük mindig. Elkezdtem gondolkodni, hogy milyen érdekes, hogy lehet, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha ugye ki a szabadságban, amit említettem, hogy a, tudod, hogy a szabadság, a kommunizmus nagyon bezárt minket ezekbe a dolgokba, és hogy ki kéne ebből úgy törni egy módon, hogy hát ki kell diszidálni, érted? Fölvenni merni kell lépni. Mert sokszor úgy van, hogy az ember nem mer lépni, tudod? Lehet, hogy megvan az alkalom, csak akkor mindig valamire gondol, hogy próbálja magát lebeszélni, hogy na hát akkor, még hogy ez nehéz. Hát még annak ellenére, hogy Babos Gyula, ő is kidiszidált, végül is kiment Amerikába, ott volt neki az anyja, és még ő sem mert kimenni, mert azt mondta, hogy erre emlékszem tisztán, jobb egy kis vízben nagy halnak, mint egy nagy vízben kis halnak. Érted? Neki Gyula apám, hát próbálom ugyanazt csinálni, amit tulajdonképpen tőle tanultam, hogy még neki volt egy mondat, hogy senkit se ad fel. Tehát úgy, hogyha van egy tanuló, akkor nem úgy van nála, hogy na ez nem jó, érted? Senkit se ad fel, hanem még lehet a legutolsóbb és a legelső, érted? Az attól függ, hogy, és ő mindig a jót azt kereste, tudod, hogy hogy lehet az embereket még egy pár szóval is tud megcserélni a jó felé. Így megfogalmazott bennem ez a dolog, hogy hát akkor én feladok minden lapot, aztán kimegyek, szóval that's it. Ha sikerül, ha nem, akkor nem. Szóval, ha nem próbálom meg, akkor tudod, olyan, mint a lottó. Ha nem adod fel, akkor nem fogsz nyerni. Szóval that's it, érted? Simple, egyszerű. Azt akkor többször beadtam az útlevelet, beadtuk az útlevelet a feleségemmel akkor, és nem kaptuk meg persze rendszeresen többször, hát nem volt ez újság, egyszer csak megkaptuk. Szóval elrendeztem úgy körülbelül a dolgokat, hogy senkinek sem nem szóltam, meg megyünk ki hétvégére Bécsbe, mindjárt bementünk egy rendőrségre, tudod, azok mindjárt útba igazítottak, hogy hívtak egy kocsit, és akkor bevittek minket Trajszkénkhenbe, tudod, ebbe a menekült táborba. Bele volt zárva, hogy nagy épületek voltak. Rendesek voltak, abszolút rendesek voltak. Ami érdekes volt, hogy elhagytuk busszal Magyarországot, tudod, Magyarországot. Mindjárt láttuk ezeket a szép házakat. Az akkora különbség volt,
Én gondolom, mintha egy ilyen szigetről valaki bemegy egy nagy ilyen kontinensre, tudod, hogy teljesen új, teljesen minden tiszta, érted, az emberek másképp öltözködnek, hogy te, mondom, ez fantasztik, én mindjárt láttam, hogy na hát, ez jó, jó tettük, érted. Na aztán lényeg, egy hét múlva minket kivittek a családosokat egy ilyen panzióba, kint Szent George, Szent Georgiászon, ott föl Atterzé körül egy nagyon szép helyre, és nagyon rendesek voltak ott is, egy basically egy szállodába, érted? Kaptunk egy szobát, érted? És rendes kaják voltak, ilyen panzió, meg minden. Aztán jött egy zenekar, képzeld el, ott elterjedt, hogy én gitáros vagyok, tudod? Jött egy ausztriai zenekar, hogy van-e kedvem velük játszani, hogy mennek Spanyolországba, hogy tudok-e menni velük, tudod? És hát próbáltunk. Aztán én úgy döntöttem, hogy mi van, hogy akkor már beadtam a tudat, hogy megyünk, és hogyha elmegy, akkor nem tudom kimenni, érted? És azt akkor vissza kellett azt mondani, de az volt a jó, hogy legalább tudtam, hogy kereslet van a zenészre, tudod? Mi leregisztráltam Ausztráliába, Amerikába, akkor Kanadába, meg oda is, Ausztriába, tudod? És hát a legelőször, amit megkaptuk, az Ausztrália. Azt kaptuk meg legelőször, és hát nekem anyámék írták, hogy a nagybátyám az Ausztráliában van, tudod? Ilyen farmja van, tudod? Mondták, hogy menjek oda, hogy hát mi van vele, mert nem ír, érted? Nincsen. Mondom, oké, akkor mondtam, oké, akkor oda menjünk, tudod? El Ausztráliába. Hát, hogy két napig utaztunk, fiatalon, tudod, ez semmi, megszoktuk mindent. Kimegyünk, ide Brisbane-be jöttünk, képzeld, ahol most is vagyunk, most is lakom. És kimentünk Brisbane-be, na hát akkora pofon volt apám, hogy ez. Kimentünk, olyan volt, hogy olyan helyre vittek Brisbane-be, ahol ilyen börtönhely volt, érted? Ilyen kis házak, akkor volt valami 45 fok, érted? 45 fok, vagy így, érted? Ilyen kis házak, kis pici házak, és akkor elszállásotokat minket, mindenki lakott egy pici házba, akkor volt a ház, mint ez. Ez borzalmas hely volt, és hát azt mondjuk, hát itt nem maradunk. Mondtuk a nőnek, hogy nem maradunk, mi lemegyünk Melbourne-be, ez közben nagybátyám, az küldött egy levelet, tudod, benne $5 küldött. akkor nagy pénz volt, $5, nem úgy, mint most. Lementünk Melbourne-be repülővel, és akkor a nagybátyám följött farmról, tudod, a repülőtérre, fölvett farmról a repülőtérre, és oké, akkor lementünk hozzá, na, az a másik pofon volt. Az a másik volt. Mert ő neki volt valami 200 hektár, tehenekkel, érted? Tehenekkel, egy farm. És volt egy ház volt rajta, az is egy faház, tudod? Hát nem sokkal különbözött, mint amit ott hagytunk. Csak nagyobb, érted? Nagyobb faház. És hát ő egyedülálló volt, ő nem nagyon törődött annyira úgy magával, tudod? Még mai napig is, hát tudod, nincs feleség semmi. Van egyszerű ember, érted? És jó ember, tudod? De azt akkor már úgy, tudod, egy... akkor már úgy láttam, hogy ez ott lenni az nem lehet, szóval. És akkor följöttem Melbourne-be, volt egy ilyen központ, amik a emigránsokkal foglalkoztak, tudod, és mondtam, hogy, tudod, hogy itt vagyunk lenni, semmi, ez a foglalkozásom, mondom, jó lenne fölmenni, akkor oké, mondják, adnak egy szobát, itt jöjjünk föl. Melbourne az egy jó city, egy modern város. Akkor vettem egy jó George Benson gitárt, hozott nekem, mindjárt meg is vettem. És akkor magyar zenekarba bekerültem, és ott volt egy nagy magyar ház, ahol egy héten kétszer volt játék, tudod? És a zene a szar volt, mert az tényleg olyan, hogy ilyen... Hát standardek voltak, de mégse olyan, hogy... Elég rossz zenekar volt. De hogy lassan úgy azért megdolgoztam őket, mert csináltunk ilyen kazettákat, tudod? Kazettákat, aztán hát szóval, hogy valahogy úgy szólt, nem úgy, ahogy kellett volna, de annyira elég volt, hogy azt a pénzt, amit kaptam, azt akkor én beiratkoztam a Bruce Clark jazz iskolájába, tudod? Az volt az egyik leghíresebb
jazzgitáros Ausztráliában egyik, Bruce, az ott nem, hogy Bruce Clark. És akkor közben elmentem gyárba melózni, tudod? De könnyű munka volt, nem volt nagyon nehéz. De hát ott is ugye magyarok voltak, akkor tudod, hogy magyarok össze, hogy nem ahogy összetartanak, úgy megtalálják egymást, tudod? És hát ahogy szokásos veszekednek is, értenek minden, és de azért úgy összetartanak, hogy Melbourne-ben is, meg Brisbane-ben is, meg mindenhol, hogy azért ha van valami meló, vagy valamik a szónak egymásnak, hogy na itt van nagy meló, hogy segítik egymást. Szóval akárki akármint mond, hogy de azért veszekednek is. Szóval, de szerintem az minden nemzetén megvan, tudod, hogy nem úgy van, na csak a magyar, nem mindegy. De azt tudom, hogy a magyaroknál azok egyik se volt szegény. Szóval azért mindig kikaparták magukat, érted, és mindenkinek meg volt a háza. Szóval mindegyik úgy volt, aki két műszakot dolgozott, érted. Úgy dolgoztak öregem, hogy szóval emlékszem, hogy szóval akkor bekerültem egy gyárba melódni. Egyszerű munka, nagyon könnyű volt, de az annyi volt jó, hogy hát tudod, hogy tudtuk a lakbért fizetni, meg mindent, tudod, és akkor utána gyakorlás, akkor a Bruce Clark iskolája, akkor utána még játék, érted? Akkor már elkezdődött az, hogy a Bruce Clarknál, hogy akkor már nem csak magyaroktól kaptam munkát, hanem tőlük is, tudod, ausztráloktól, és akkor ilyen jazz zenekarok jöttek meg, ez mindegy. És akkor hát később ugye, akkor már idő, akkor már kezdtem ugye magyar zenét, ezek a srami zenekarokat már úgy kezdtem, hogy mellőzni, tudod? És akkor már jobban, közben én fölmentem egyszer Sydneybe, meg tudod, a Tibor Szandrást megtaláltuk egymást, Tibor Szandrással, akkor a Orszácki Zsekével is, tudod, és akkor úgy kezdett úgy, tudod, olyan jobban úgy jazz felem, úgy, hogy mondjam, kezdtek úgy összeállni a képek, tudod, hogy tudod, hogy nemzet, ausztrál zenekar, meg akkor tudod, akkor Jopasznál voltam ez a workshopon többször. Játszottam is vele, akkor már kezdtem ezt a stílust, és magát a stílust úgy kapizsgálni, tudod, hogy na, körülbelül ez lesz az én sztálom, tudod, és akkor már kezdtem, mert közben én a Andrástól, érted, ezeket a népzenéket úgy megkaptam, meg játszottunk, mert le is írtam, tudod, és akkor én már kezdtem olyan dolgokat csinálni, amiket más nem, tudod, szóval olyan dolgokat, hogy kicsit népzenés, kicsit magam, komponáltam, írtam számokat, ez az, és akkor ezt akkor tulajdonképpen így aztán kezdett úgy jobb lenni, akkor már melóztam, akkor már nem is kellett melóznom egyáltalán, és egyáltalán akkor kezdtem többször játszani. Följöttünk Brisbane-be, az ott, onnan Brisbane-től az oké volt, mert akkor ott, hogy mondjam, ahogy elvégeztem a Bruce Clark iskoláját 3 évig, akkor utána följöttünk Brisbane-be később, és akkor ott beiratkoztam a Jazz Konzervatóriumba, mindjárt, akkor már tudtam, akkor már annyira föl voltam készülve itthoni elmélettel, meg a Bruce Clarkkal, hogy már tudtam mindent, ott már az első évtől kezdve egész négy évet csináltam ott meg, és úgy, hogy minden nap, szóval ilyen full time volt, és akkor volt,
akkor csináltam a gitárt, akkor csináltam a bass-t, és akkor a szeneszerzést is, tudod? Úgyhogy az könnyedén elvégeztem, érted? Könnyedén. És akkor utána még mindjárt beiratkoztam meg a tanárképzőbe, és frissen, tudod, egy évet kihagytam, gondoltam, hogy hát úgyis el tudok helyezkedni, mint tanár, de nem. Ha nem csinálod meg a education, tudod, a tanárképzőt, vagyis az másfél év volt, akkor nem taníthattam volna ilyen iskolákban, ilyen government, tudod, ezekben az állami iskolákban. Többet játszom most már így, többet játszom, könnyebb is, meg én szeretek játszani, meg mindent, tudod, aztán. Úgyhogy a tanítás hátul maradt már. Én tanulmányoztam aboriginál, úgy nevezik, hogy aboriginál. Mondjuk ez a kifejezés az érdekes, mert ez a szó, hogy aboriginál, ez az úgy van, hogy abnormál, original. Nem örülnek neki, mert akkor abnormál, tudod, hogy nem normális. Szóval original, tehát nem originál. Pont az ellenkező, mert originálok, érted? Szóval aboriginál, ez egy hülye név szerintem. És láttam, hogy Sydneybe, hogy valaki egy fehér volt, érted? Fújta, tudod, baskingolt, kim volt baskingolni, tudod? Akkor láttam, meg hallottam először, tudod, de didzsúidot. És az egy ilyen hosszú cső, facső, és a hangyák kirágják. Érted? Ezt nem lehet kifúrni, mert van, amikor ilyen ferde, vagy olyan, tudod, ilyen, és azt lehetetlen úgy kifúrni. Hogy a hangyák kieszik a közepét, érted? És a benszülöttek megkopogtatják, oké, az így van, és akkor kivágják azt a fát. És akkor mondjuk különböző hangolás van, kisebb az, magasabb hang, és akkor magasabb, mélyebb, minél hosszabb, annál mélyebb a hangja. És van C, akkor B flat, akkor szóval ilyesmi. És hát én nagyon megtetszett mindjárt. Mindjárt vettem egyet, megtanultam saját magam. Az úgy kell, hogy tudod, a órodon vesz a levegőt, tudod, így vagy. Így kell fújni, érted, hogy egyfajta vesz az orron, és átjön, és fújod itt ki, érted? Szóval nem könnyű, érted? Engem érdekelt, hogy, és közben ez még nem mindegy, mert még közben beleénekelsz, érted? Tehát úgyhogy... Érted, jön a hang, és akkor közben még énekelsz bele, érted? És ennek vannak felhangja is, hogy akkor közben úgy... Érted? Így. És akkor így jön ki belőle. Tulajdonképpen minden embernek van egy egyénisége. Szóval én nem lehetek te nem lehetsz én. Zenésznek mindig mondom, hogy mert mindig azt mondják, hogy hát ez kopizza azt, meg itt tudom én azt. Tehát azt szerintem fontos egy zenésznek, hogy elindulásra. Olyan mind, amikor valaki ír egy könyvet, ugye író, nem? Szóval kell, hogy legyen információ, hogy van az egy bizonyos szintig, igaz? Megtanulni a hangszert, a technikát, a skálákat megtanulni egy bizonyos szintig, hogy legyen, és utána már következik az, hogy mit csinálsz vele. Azaz, az egy szerszám tulajdonképpen a hangszer. A gitárt miért választom a gitárt? Mindenkinek van egyfajta rezonancia fejébe, érted? Ami neki jó. Na most a zongorának is van egyfajta rezonanciája a fejébe, frekvenciája,
az van nem a fejében, hanem a zongorában, érted? És az embernek a fejében az, ha meghallja, akkor fölkapja a fejét, tudod, hogy milyen jó, meg mit tudom én, oké? És a trombitásnak az arra kapja fel, érted? Arra a frekvenciára. A bőgösnek meg arra, érted? Szóval nekem meg a gitár jó volt, az először a hegedű, érted? Hegedű meg a gitár volt, érted? Hegedű először kezdtem. Hegedű és a gitár az utána kialakult. Szóval olyankor az ilyen, hogy mondjam, vannak low frekvenciák, high, ez egy ilyen közepes frekvencia, érted? A gitár az lejjebb van, mint a normális, ahogy írják a C-t, az egy oktávon lejjebb van, lejjebb szól. Szóval ilyen medium a hegedű, az kicsit följebb, de még mindig nem az, mint a piccolo, érted? Vagy a zongorán azok a magas hangok, tudod? Vagy ilyesmi, tudod? Szóval ez a közepes frekvencia, a hegedű kicsit körülmények benne van, érted? És ez engem mindig érdekelt. És akkor, hogy mit csinálsz ebben, hogy mit, hogy milyen zenét hallgattál, meg mit hallgattam régen, tudod? Szóval ez egy olyan fajta dolog, hogy ebben benne van az egész élet. Érted, hogy mikor, tudod, elkezdtem hegedülni 7 éves koromban, hogy mi az a zene, ami érdekelt. Először így, ez mindenki ebben indul el, hogy mi érdekli. Milyen zenét ér, mi az, ami érdekli. Engem érdekelt minden. Ez volt régen, és akkor úgy közben alakultak ezek, hogy tudod, hogy az ember tanulta, meg hát ugye zene általános iskolában mind ének szakos, elsőtől kezdve, érted, a tatán, akkor a Kodály Zoltán is kijött, hogy mesélte, hogy hát gyerekek, ti szeretitek ezt a zenét? Szeretitek egyáltalán a zenét? Tőlem is kérdezte a Kodály, tudod, pici, ilyen pici volt. Öreg az, magas volt, ilyen fehér. Kisfiam, szereted a zenét? Én szeretem, igen. Fölfedeztem egy olyan stílust, ami nekem így jó fekszik, tudod, meg is tudom csinálni, tudod, kevesen csinálják, hogy szóló, nem klasszikus gitáron, hanem jazz gitáron, hasonló dolgokat, modern, mi vagy amplifára jön ki, az úgy benne is van mindig, az kell nekem az a fajta tónus. Úgy pozitívan láttam tényleg, hogy a zenészek nem adják fel. Teljesen ők számítanak, hogy ez meg fog cserélni, szerintem meg kell, hogy cseréljön. Minden egyes időszaknak van egy olyan, amikor megunják az emberek, kell egy más. Érted? És ez, ami így lesz majd a zenében is szerintem, hogy el meg vissza fog jönni az élő zene. De most már magasabb szinten, mint annak idején. Szóval, hogy keveredni fog majd olyan dolgokkal, amikkel még eddig nem keveredett. Szóval, szerintem a jazz is olyan lesz majd, hogy jobban fog keveredni vagy a klasszikussal, vagy valami mással. Szóval... It's wonderful, yeah, it's marvelous that you could care for me.
that's awfully nice. It's paradise. It's where I want to be. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. De, hogy lassan, hogy összeállt az a kép, és akkor, az, akkor a sok minden, tudod, akkor olyan, mint egy ilyen húsdaráló az egész, tudod? Belraksz egy csomó hús különböző mindenféléből, és akkor ami kijön, az vagy te, az vagyok én, érted? Szóval minden, amit szeretek, érted, az úgy kijött. Most az mindegy, teljesen mindegy. Szóval az, az sokszor az, meg az, ami én vagyok. Az én experience-em, ami van, ami én vagyok, vagyis az én lelkem, meg az én úgy mondják, hogy a motion, a feelings, a érzések, azok úgy összekeverednek, érted? És kialakítanak egy olyat, ami nincs. Mert az mindenkiben más van, érted? Más ilyen dolgok vannak. Te benned más van, jönnek ezek, és a kialakul, plusz a tieddel, érted? Ami másban nincs, az teljesen egyéni, érted? Szóval akkor az ember úgy a hangszer az csak egy eszköz, amivel kifejezed a lelkedből, vagy ami a szívedből, vagy a lelkedből szól zenébe, mert nekem úgy könnyebb, mint hogyha mondjuk egy könyvet írnék, vagy festenék, érted? Könnyebb, mert ez van közel hozzám, érted? Ez úgy kialakult gyerekkorban, és mivel, hogy én ilyen vagyok, amilyen, akkor úgy kialakult egyfajta olyan zene, amit írok is, letéljel is le is tudom írni, sokszor álmodtam zenével, fölkeltem és leírtam. Több olyan számom van, tudod, álmodtam és leírtam. De az megint az álom az, hogy ilyen szakkoncsasz, ilyen tár, érted, ami föl halmozolnak dolgok, és akkor van, amikor álomba jön le, van, amikor tudatosan hallod belőle, leírod, vagy valami, a komponás az el, érted? És az eszközök, meg a tudás, meg a hangszer, érted? A hangszer nélkül is írtam számokat, érted? De az mind innen jön, érted? És abból, ami be vagy, ország, abból a lényből. Sokszor gondolkoztam, milyen érdekes, hogy hát a madarak is ugyanilyenek. Tulajdonképpen ugyanaz, érted? Madarak is megtanulják a fütyülést, érted, az anyjuktól, és mindegyik madár ugyanúgy fütyül, egy kicsit mindig más. Tulajdonképpen, mikor én játszok, érted? Én játszok. Mikor azt mondom, hogy gyakorlok, tulajdonképpen már nem gyakorlok, én már játszok, érted? Fölveszem, hogy akkor játszok, akkor akármit, az teljesen mindegy, érted mit, de az gyakorlás is, mert akkor mintha a koncerten játszanék, érted, az tök ugyanaz, játszok valamit, fölveszek, mert a más hangra, vagy egy másra, vagy a saját kompozíció, vagy írok valami játszok, érted, és akkor tulajdonképpen én kommunikálok magammal, érted, magammal, hallgatom, hogy ami innen jön ki, hogy akkor kijön, és akkor ide megy, szóval érted, mögött? Vagy úgy, hogy, meg főleg a hegedűnő az van, hogy ami itt van, az mindjárt belemegy a kézbe, annélkül, hogy látnád. Gitár is egy ben van mindjárt, érted, így jön, és akkor belemegy. És akkor az tulajdonképpen az megszólal, és én azt tudom, hogy hoz fog, hogy ha nem olyan a hangszer, ahogy én hallom itt, az nem oké, érted? Akkor meg kell keresnem azt a hangszert, ami ugyanazt hozza vissza, érted? Harmónia, szóval a tónus is nagyon fontos, nagyon, de minden fontos, szóval én kommunikálok saját magammal,
és a kompozíciók azok szólnak úgy, ahogy én akarom, az mivel az a hangszer az egy eszköz, érted? És a stílus, amit én csinálok, az tulajdonképpen az, ami az élet. Az életem, érted? Az az életem. Az beszéd, ez egy beszéd az egész. Tehát beszéd, és a harmónia a beszédeknek a magassága, és magassága is, meg az is, hogy milyen színekbe beszélsz. Érted? Például, ha például játszok egy olyan harmóniás, olyan harmóniák, azok olyan színekre változnak, és olyan kialakítanak egy olyan, úgy mondjuk, hogy zóna. Érted? Egy zóna, amiben az ember úgy, minden például egy buborékban lenné. Érted? Az csak azt hallja, hogy az ember, érted? És akkor hozzájön az improváció, vagy a dallam, vagy improváció, és akkor benn vagy abba a zónába. Az olyan, mintha valaki kábítószerben van. Érted? Vagy egy olyan, lehet azt mondani, hogy az egy ilyen, akkor nem létezik semmi. Olyan nincs, érted? Szóval olyan benn vagy abban a zónában, és akkor ott élvezkedsz, érted? Mert tulajdonképpen az egész, az agyban ezekben ilyen kémiai dolgok alakulnak ki az agyban, érted? És akkor úgy benn vagy abban, nem akarsz kijönni. Mindegy madár. Érted? Mint egy madár, aki mondjuk Sísom László, egy madár, aki úgy fütyül. Érted? Ez. Érted? Ez egyszerű az egész, tudod? De főleg én akarom hallani tulajdonképpen.